Sziasztok! Povázsai Laci vagyok a True Style magazintól. Műsorunkban hagyományos harcművészekkel és harcművészetekkel foglalkozunk, ezúttal azonban betekintést adunk a szituációs lövészet modern világába. Riportalanyunk Vencel Szilárd Aikido oktató lesz, aki a tradicionális harcművészet mellett már nagyon régóta foglalkozik ezzel a modern lövéssporttal. Maradjatok velünk és jó szórakozást! Az Aikidóban az egyik gyönyörű és szép, hogy megvan a lehetőséged arra, hogy sérülést okozz és megsemmisítsd az ellenfeled, de nem teszed meg. Ez egy tudatos döntés. Tehát tudatosan járjuk azt az utat, hogy tudnánk kárt okozni, de nem tesszük meg. Én azt gondolom, hogy ez lőfegyverek használata esetén is ugyanez a helyzet, hogy ott is lehetne ezekkel kárt okozni, nem tesszük meg. Én soha nem gondoltam úgy a lőfegyverekre, hogy ezeket nekem bármikor is úgy kellene használnom, hogy ezzel emberéletet oltsak ki. Ami nagyon hasonló a kettőben, az a koncentráció. Tehát az, hogy akár lövészetet folytatok, akár aikidót gyakorlok, akár kendózom, vagy bármi más harcművészetet, de legyen az akármilyen sportűzök, ott az teljes figyelem és koncentráció az mindenképpen szükséges, és anélkül nem érzem úgy, hogy bármit lehet helyesen és jól csinálni. Hogy amikor nekiállunk, akkor az elején letesszük a mindennapokat, felveszünk azt a tudatállapotot, amikor nincs más, kizárjuk a külvilágot, és azzal foglalkozunk, amivel foglalkoznunk kell. Egy édesanyám világéletemben tiltott mindenféle fegyvertől, amíg kisgyerek voltam. Meg is lett az eredménye, úgy néz ki. És hát eljutottam egy lőtérre, ahol egy fegyverismereti vizsgát akartam tulajdonképpen csak megcsinálni. És itt Horváth Ede bácsinál végeztem el a fegyverismereti tanfolyamot, illetve tettem erről vizsgát. Beszépaltott ez a millió, és egyre inkább elkezdtem. Egyre többet gyakorolni, egyre inkább komolyan venni, aztán majd saját fegyvert vásárolni, és fejleszteni magam. Alapvető céllövészet nekem általában egy kicsit unalmasnak tűnik. Azért nekem mindig kellett, hogy legyen ott egy kis dinamizmus, tudjunk mozogni. Ugye az IPSC-ben, amit én versenyszerűen üzök itt, nem elég, hogyha pontosan lövünk, gyorsan is kell ezt megtennünk. IPSC-t alapvetően a valós fegyveres szituációk modellezésére találták ki. A fegyverkezdelés, amit itt a sportágon belül el lehet sajátítani, és el is kell sajátítani, ez viszont bármiféle éles szituációs alkalmazásnál is megfizethetetlen lehet. Hogyha valaki rendvédelmi szervnél dolgozik, ahol ténylegesen szüksége lehet fegyverhasználatra, nekik egy nagyon jó iskola az IPSC. Ettől aztán így a sportág fejlődése során eljutottunk odáig, hogy ez a fajta látásmód egyre inkább kikopik, és most már szinte egyáltalán nincsen a sportban. Ezt mutatja az is, hogy már az ember alakos stilizáló lőlapokat is gyakorlatilag levettük a palettáról. Próbáljuk magunkat egyre inkább technikai sportként definiálni. Ugye a 9
XR19-es kaliber a legkisebb, amit nálunk lehet használni, aztán közismertebb nevén a 9-es Parabellum, ettől csak fölfelé mozgunk. A biztonsági szabályaink éppen emiatt nagyon szigorúak. Fegyvert és lőszert egy időben kezelni a lőtér területén, kizárólag a lőállásban a pályabíró felügyeletével és utasítására lehet. Azon kívül minden esetben vagy a fegyverhez, vagy a lőszerhez nyúlhatunk hozzá a kettőhöz egy időben soha. Hatszög alakú három zónára osztott lőlapokat használunk a versenyeken általában. Ezek az én divízióban 5-3 és 1 pontot érnek kifelé haladva a lőlapról. És a lőfeladat során elért pontszámot az idővel osztjuk el. Ez ad egy faktort, és az adott pályán, ez alapján, a faktor alapján rangsoroljuk a versenyzőket. Az első ebben a rangsorban 100%-ot ér el, és 100%-os arányban értékeljük a többieket. És a pályán szerezhető pontoknak a 100, illetve ennél kevesebb százalékát fogja mindenki megkapni. A verseny végén pedig a pályákon elért pontszámokat fogjuk összesíteni. A GPSC versenyen ott minden egyes pálya különbözik. Mindig új kihívás, gondolkodni kell, kialakítani a megfelelő stratégiát, hogy támadjuk meg a célokat, milyen sorrendben menjünk, milyen tempóban, tárcseréket kitalálni. Sokkal összetettebb feladat, nekem ez tetszett meg elsősorban. Több divíziónk létezik, van a production gyári divíziónk, standard divízió, open divízió, illetve ami még kisebb létszámú, de azért egyre inkább fejlődő, ez a klasszik divízió. A szabályrendszer production divíziónkban szinte semmi módosítást nem tesz lehetővé a fegyveren, irányzékokat lehet legfeljebb cserélni, tárakat használni mást, de meghatározza a maximális tárban lévő lőszer darabszámot is. Amíg a standard divízió ettől nagyban eltér, a fegyverek annyiban hasonlóak, hogy ott is csak nyílt irányzékot lehet használni, viszont bármiféle egyéb módosítás az optikai irányzékokon, illetve a kompenzátorokon kívül megengedett a standard divízióban, annyi kitétellel, hogy egy meghatározott méretű dobozba a fegyvernek tűzkészen bele kell férni. Az Open Divízió az tulajdonképpen, ahogy a neve is mutatja, teljesen nyílt. Bármit lehet mókolni a fegyverem a biztonság határain belül. Mehet rá kompenzátor, mehet rá elektrooptikai irányzék, ezek a piros pöttyös irányzékok. Meg lehet növelni a markolatpaneleket, átalakítani tártölcsérek, mindenféle egyéb felszerelést el lehet helyezni a fegyveren, és ott aztán már elszabadulnak a sebességek igazándiból a lövészet terén is. Tehát ott már egy kompenzátorral felszerelt nagy kaliberű fegyverrel egészen más sebességet lehet elérni, mint mondjuk egy production pisztolyjal.
A lőképessége a versenyzőknek, legalábbis a felső harmadnak azért az nagyon-nagyon nagy mértékben nem tér el. Sokkal többet számít a végeredményben az, hogy hogy képesek a pályán mozogni, mennyire látják azokat a szögeket, amik jobb eredményt fognak adni a végén, a pozíciókat, ahol meg kell állni, a tárcserétnek a helyét és idejét jól tervezni. Tehát mindenképpen ugye ezeknek a spektrusoknak együtt kell működni, nélkül nem lesz jó eredmény. Igazándiból akkor éleződik ki a fegyverek közti verseny tulajdonképpen, tehát ahol már két különböző műszaki tartalmú fegyver jelentett előnyt vagy hátrányt, amikor már tényleg a legmagasabb szintekről beszélgetünk, és 10%-ok vagy 1-2% számít maximum. Ott eldöntheti a fegyver, vagy a tárkapacitás, vagy a fegyvernek a kialakítása az, hogy ki lesz egy nagyon kicsivel jobb, gyorsabb, pontosabb, de nagyságrendi különbséget nem fog ez okozni. Mikor hibázunk, akkor mindig azt gondoljuk, hogy elsősorban természetesen a fegyver a hibás, vagy a lőszer, vagy a körülmények. Utolsó sorban a lövő, de ez általában nem így van. Tehát egy akármilyen jó fegyver nem fog eredményt elérni egy gyenge lövő kezében. És egy viszonylagosan gyenge fegyverrel egy jó lövő nagyon komoly eredményeket el tud érni. Na, ez lesz a végén. Vigyétek a biliket, ha megkérhetek benneteket. Jó megérdemelt jutalmait. Osztály magazin. Az tömény életveszély. Tango és kes. Oké.